És akkor gyerekeket a magasba! Idén is ezzel a mottóval indult rekorddöntési kísérlet, melyhez Székesfehérvár is csatlakozott. Ez az 5. év, hogy megrendezi ezt a programot a Széna Egyesület városunkban. Fehérvárról csak nem 600-an regisztráltak, de minden bizonnyal ennél sokkal többen eljöttek az icsiligeti eseményre. Maga a program egyébként szerte az országban megmozgatta a családokat, hiszen mindenhol pontban 11 órakor emelték a gyerkőcöket a levegőbe. Egész Magyarország területéről kb. 32 település csatlakozott, és csatlakoztak még Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is települések, úgyhogy a 10 000 fő fölötti létszámot várnak a szervezők így közösen. Le kellett most adnunk az adatokat, és majd összesíteni fogják, és az alapítványnak az oldalán lesznek fönt a végső eredmények. Az esemény fővédnöke idén Tarné Kovács Sarolta, olimpiai bronzérmes és világbajnok öttusázó volt, aki nemrég adott életet első gyermekének. Mint kiderült, a kis Vincent már most imádja a focit, és mindenki meglepetésére teljes nyugalommal viselte a színpadi szereplést és az emelést is. Az anyuka kérdésünkre elmondta, számára így 4 hónap elteltével is felfoghatatlan érzés a szülővé válás. Nem lehet ezt így elmondani, tényleg még anyával nem váltam, nem is tudtam felfogni, hogy ez mennyire hatalmas és jó érzés. Mindig is szerettem a nagy családot, és hát tényleg május óta így ez ilyen felfoghatatlan számomra. Az eseményt nem véletlenül időzítették szeptember utolsó szombatjára, hiszen egybeesett a Lecsó Fesztivállal, ahová idén is sok fiatal látogatott el. Cserpalkovics András polgármester kiemelte, fontos támogatni a családokat és megmutatni a gyermekek fontosságát. Ez a város itt van több mint 1000 éve, és ennek a városnak a története az nem csak nagy-nagy eseménytörténet, hanem családok mindennapi története is. A generációk együttélésé, újabb és újabb generációk, azaz gyermekek érkezésé, és ez minden időben a legfontosabb a gyermek volt, a gyermekvállalás volt, a családok segítése abban, hogy merjék vállalni az első gyereket, aztán a második, harmadik gyereket, hogy legyenek nagycsaládosaink. A város polgármestere kiemelte, hogy a nagycsaládosok támogatása mindig fontos feladata, mind a kormánynak, mind pedig az önkormányzatoknak. Cserpalkovics András hozzáfűzte, manapság nagyon sok civil szervezet és egyház támogatja ezt a törekvést. A Széna Egyesület most is kitett magáért, az icsiligetben maradó csöpségeket buborék játszótérrel várták. Köszönetképp pedig idén is átadták a Szamóca díjakat az Egyesület fő támogatóinak, partnereinek és önkénteseinek.